Sziasztok! Készítettem egy magyar nyelvű összefoglalót a tegnap kezdődött 2019-es Shanghai Világ Mesterséges Intelligencia konferenciájáról, ahol Jack Ma, az Alibaba alapítója és Elon Musk vitázott arról, hogy a mesterséges intelligencia veszélyes lesz a jövőben. Jack Ma azzal viccelt, hogy nem szereti, ha Artificial intelligence fordítják az AI-t, inkább Alibaba intelligence szereti fordítani. Mindeközben Elon a mesterséges intelligencia veszélyeire hívta fel a figyelmet, mi szerint a mesterséges intelligencia messze túl fogja szárnyalni a legokosabb embereket, így nagyon veszélyes lehet a jövőben. Meglátása szerint nem kell legyőzni, hanem inkább egyesülni kell a mesterséges intelligenciával, ezért is hozta létre a Nuralinket. Kevesen realizálják, hogy már most is szájborgok vagyunk, mivel teljes mértékben integrálódtunk telefonunkkal. Ha otthon hagyjuk, olyan, mintha az egyik végtagunkat hagytuk volna otthon. Viszont a kommunikációs kapcsolat nagyon lassú, ezen kívánja javítani majd a Nuralink. Csekma szerint, 99,99%-a a predikcióknak hamis a jövőre nézve, a maradék 0,1% pedig csak véletlenül helyes. Iron erre egy viccel felelt, miszerint a 80 os statisztikáknak hamis, amire a helyi közönség rosszul reagált, mert nem tekintették viccnek. Yeah, but it's also true that 80% of statistics are false. Yeah. So my meaning is room. That... Come on guys, was a joke. <laughs> Jack ma szerint nem kell félni a mesterséges intelligenciától, Ilon szerint ez lehet az egyik híres utolsó mondatunk majd. And uh, I don't think artificial intelligence is a threat. People like us, street smart, we never scared of that. We we think it's a great fun, and we want to change ourselves to embrace it. I don't know, man. That's like famous last words. Továbbá elmondta, elképzelhető, hogy csak egyfajta biológiai bútlóderei, Magyarul rendszerbetöltő programjai vagyunk csak a mesterséges intelligenciának. Később Jack Ma a Marsról kérdezte Ilont kissé kritizálva, miért nem a Földdel foglalkozik. Ilon a Fermi paradoxonról kezdett beszélni, illetve azzal viccelt, hogy az 51-es körzeten kívül nem ismerünk intelligens idegen lényeket, majd megemlítette, hogy a SpaceX-nek van egy 59-es körzete, ami 8-a jobb, mint az 51-es. A 8-as egyébként Kínában szerencsés számnak számít, erre szintén rosszul reagált a közönség. Elon szerint az emberiség túlélése szempontjából már statisztikailag is elengedhetetlen, hogy több bolygón éljünk, és most először lesz is erre lehetőségünk az emberiség történetében. Az, hogy meddig lesz ez az ablak nyitva, egy nagy kérdés. Elon szerint bős dolog azt feltételezni, hogy ez az ablak csak a rövid ideig lesz nyitva. Jack Ma szerint szükségünk van olyan hősökre, mint Elon, de még több olyan hősre van szükség, akik itt a Földön dolgoznak keményen, egy szebb jövőért. Elon válasza erre az volt, hogy a Föld teljes bevételének maximum 1 át kellene arra költeni, hogy több bolygón élhessünk. Elon továbbá megragadta az alkalmat, hogy megköszönje a Tesla kínai csapatának a hihetetlen gyors és pontos munkát, Elmondta, ennyire gyorsan felépített gyárat még soha nem látott, mint ahogy a kínai munkások felépítették a Tesla gyárát, illetve Elon hozzátette, szerinte Kína a jövő. Jack ma ezután a munka jövőjéről kezdett beszélni. Szerinte nem kéne többet dolgozunk, mint heti három napot, napi négy órát. Jack úgy gondolja, a technikai fejlődés ezt lehetővé is fogja tenni, és nem lesz szükség túl sok munkára és munkásra. Ilon szerint a jövőben művésznek emberi kapcsolatokkal foglalkozónak és mérnöknek kell tanuljunk. Továbbá nagyon fontos szerinte, hogy jobban bele kell lássunk a technikai fejlődésbe, hogy megoldjuk a jövő problémáit. Erre Jack ma annyit válaszolt kisi arogánsan. nem aggódik azokon a dolgokon, amik ez nem ért, majd mások megoldják azt. Ha senki nem tud valamit megoldani, akkor nem is kell megoldani azokat a problémákat. Yeah. I never worry about the things that I cannot solve. I left other people to solve it. If nobody can it, just let it be. That's my life. Jack Ma szerint a tanításban túl nagy hangsúlya van a memorizálásnak, miközben számítógépeink sokkal jobbak ebben. Túl nagy hangsúlyt fektetünk tovább a számolásra, miközben a számítógépek ebben is sokkal jobbak. A robotok gyorsabbak is lesznek tőlünk. Így nekünk arra kell koncentráljunk, hogy kreatívabbak és konstruktívabbak legyünk. Gyerekeinket már így kéne tanítsuk, vagyis táncra, zenére, művészetre. Elon egyetértett ezzel és kiegészítette, a jövő megítélésében is sokkal jobbnak kell legyünk. Továbbá elmondta, úgy képzeli, a Nuralinken keresztül meg tudunk majd új képességeket tanulni egy gyors feltöltéssel, csak úgy, mint a Matrixban. Továbbá kritizálta a tanítás tanulás lassúságát. Szerint a legjobb tanulás, ha megpróbálunk valami újat, és ha bele is bukunk, tanultunk valamit. Majd Ilon és Jack arról vitázott, képesek leszünk-e nálunk okosabb gépeket létrehozni. Jack szerint soha nem hoztunk létre okosabb gépeket magunknál. Ilon szerint azt gondoljuk magunkról, hogy okosak vagyunk, de a jövő mesterséges intelligenciájához képest nagyon is buták vagyunk. Továbbá már most is vannak olyan gépek, melyek bizonyos szakterületen okosabbak nálunk. Beszélt a gépről, ami 22 éve legyőzte Kasparovot-sokban, majd az Alphago szoftvert említette, ami nemrég legyőzte az akkori GO bajnokot 4-0-ra. Zután létrehozták az alphazero ami 100 nullára győzte le az alphago gót. Az AlphaZero ellen minden ember esélytelen. Jack ma azzal vágott vissza, hogy mi alkottuk meg ezen gépeket, szoftvereket, és egy gép vagy szoftver sem teremtett még embert. Jack szerint mi nem vagyunk gyorsabbak, mint egy autó, és nincs is értelme az autókkal versenyezni. Így értelmetlen magunkat összemérni egy géppel, sakban vagy góban, mert hogy ezeket a játékokat arra tervezték, hogy emberek játsszák. Ilon azzal folytatta, hogy a mesterséges intelligencia egyre több és több szabadságot kap tőlünk. A legtöbb szabadsággal a valóság rendelkezik. Szerinte a mesterséges intelligencia a jövőben képes lesz valóságot szimulálni, akár párhuzamosan többet is. Ilon szerint 20 év múlva nem fog elég gyerek születni, és ez az emberiség jövőjének egyik nagy veszélye. Mindenki a populáció robbanásától fél, amiben Jack egyetértett, de mindkettőjük szerint extrém mértékben fog lassulni a populáció növekedése, és 20 év múlva a növekedés össze fog omlani. Megegyeztek továbbá abban, hogy a szeretet a válasz mindenre. AI Ilon szerint a fenntartható jövő hamarosan megoldódik, ahogy az öregedés elleni harc is. A jövőben sokkal tovább és egészségesebben élhetünk majd, hangsúlyozta Kína vezető ezen a területeken. Jack egyetértett és tovább méltatta azt, amit Ilon a Teslával elért, plusz örül neki, hogy már Kínában is lesz gyáruk. Továbbá elmondta, bízunk a jövőben, másokban és különösen a fiatalokban. Ilon záró mondata pedig az volt, Fight for the light of consciousness. vagyis harcoljunk a tudat fényének megtartásáért. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!